Míg a keleti egyházban Krisztus születéséről és Isten megjelenéséről emlékeznek meg január 6-án vízkereszkor, addig a nyugati egyháznál Jézus megkereszteléséről, első csodatételéről és a három királyok járásáról szól ez az ünnep. Az egyháznál fontos helyet foglal el ezek hatása is, kiemelten a víz megszentelése. Ma már kevésbé ünneplik, néhány évtizeddel korábban azonban jó néhány népszokás fűződött ehhez a naphoz. Ezen a napon, január 6-án van a vízszentelés, illetve a házszentelés is, és a, ha már a mai szokásokban ez nem is nagyon maradt meg, de régen a Szentelt Víznek nagy jelentőséget tulajdonítottak, és egész évben Ő, ö, igyekeztek megőrizni a Szentelt Vizet is, ha betegség volt, vagy ö, ö, rontás, elhárítás, vagy villám ö, ellen úgy gondolták, hogy megvéd. A, Három királyok járásának emlékét őz, őzik a dramatikus hagyományok ezen a napon. Itt csillagozóknak, csillagosoknak nevezték őket, gyerekek ilyen nagy, hosszú süvegekben, mint régen a papi süvegek voltak, beöltöztek és házról házra járva jó kívánságot mondtak a ház lakóira. Az ajtóra pedig felírták Gáspár, Mennyhért és Boldizsár neveinek kezdőbetűit, vagyis a GMB feliratot az adott évszámmal, ezzel jelezve, hogy áldást hoztak az adott házra és lakóira. Az időjárásra is tudtak következtetni vízkeresztből. Úgy tartották, ha tiszta az idő, jobb év vár a gazdaságra. Ma már a nem hívők körében alig él a köztudatban népszokás, a legismertebb, hogy vízkeresztkor kell leöltöztetni a karácsonyfákat. Hagyományosan ezen a napon kezdődik a farsang is, amely húshagyó keddig idén február 25-ig tart.